Köszöntöm kedves nézőinket, műsorunk eheti adásában a február 28-ai képviselőtestületi ülés harmadik befejező részét láthatják. Köszönöm a kioktatást, senki nem akar beavatkozni a bizottság munkába, mi se. Természetesen megszavaztatom a módosítást, tehát nem erről van szó. Az más dolog, hogy én nem fogom támogatni, mert nonsens, amit előér még a egyes tagok. Nem tudom, hogy milyen összetétel, az összetételt tudom, de hogy kitől jött a javaslat, abszolút nem tudom, tehát a bizottságnak természetes dolog, hogy önnek kötelés behozni. Nincs is ezzel semmi gondom. Mert testet dönt róla, hogy igen vagy nem. Tehát ennyi. És az információkat megkapták, különösen ezekben a kérdéskörökben már én úgy hiszem, hogy lassan már én is már lassan azt is tudom, hogy milyen színű köveket raknak le és hova. Hát azt lehet tudni, bocsánat, hogy belevágok, ott vannak a kalodám. Tehát. Jó, Török Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, főépítészasszony, tisztelt képviselőtársak. Örüljünk, hogy eljutottunk erre a pontra, és maximálisan egyet kell értenem polgármester úr által elmondottakra, hogy a képviselőtestületnek a feladata az, hogy a hozzájárulást megszavazzuk, és onnantól adjuk már szakembereknek ezt a feladatot. Ők fogják tudni. Tehát ne próbáljunk mindenbe okosabbnak lenni, mint azok, akik ezt tanulták, akiknek ez a szakmája. Mindannyiunknak, a városnak nagyon régóta várjuk azt, hogy ez a tér készüljön. Ha ezt a koncepciót elfogadjuk, beadják a terveket, átnézik a szakemberek, megadják az engedélyt, és végre elkezdődik az a munka, amit olyan régóta várunk. Azt írtam ide magunkra, magamnak, meg mindannyiunknak, hagyjuk dolgozni a szakembereket. Köszönöm, ennyit szeretném. Köszönöm szépen. Dr. Fiala Géza képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye eddig bizottsági elnökként a bizottsági álláspontot mondtam, és most képviselőként szeretném elmondani az álláspontomat. Nagyon örülök annak, hogy tisztázásra kerültek bizonyos dolgok, mert ezért rengeteg tévhír és tévhit keringett ezzel a beruházással kapcsolatosan. Nagyon örülök, hogy kettő kérdést sikerült tisztázni, és azt látom, hogy az érsekségnek és főépítész asszonynak is nagyon fontos a városi érdek, az itt lakóknak az igényei és közlekedésének a figyelembevétele. Nagyon örülök, hogy elhangzott, hogy ez útlezárással a mostani beruházás nem jár, tehát ezt a tévhitet mindenféleképpen akkor kategórikusan ki tudjuk jelenteni, hogy nem lesz az út lezárva, illetve a befejezési időpont is számomra is nagyon kedves az, hogy az idei évben törekszenek ezt befejezni, és nyilván itt az engedélyezési eljárás előtt vagyunk, illetve nyilván itt a kivitelezés is, azért tudjuk azt, hogy nehéz ebben határidőt megszabni, de a 2019-es év vége van kitűzve, úgyhogy én azt gondolom, hogy a város lakosságának ez két nagyon fontos információ, és jó munkát kívánok ezek a szemléletek alapján a beruházáshoz. És azért azt is nagyon fontos kimondani, én úgy gondolom, hogy egy városi közterületen végzik ezt a beruházást, tehát úgymond a város helyett, és a város fog az érsekség beruházásával megszépülni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Simon Zoltán képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én magát azt a tényt, hogy ez a napirend most bekerült a képviselőtestület elé, maximálisan örülök neki, hiszen ez számomra azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy új stádiumba, egy új időszakba lépett a város szakrális főterének a felújítása. Nyilvánvaló, hogy ehhez én nem értek, nem is akarok erről véleményt mondani, hogy a föltárási munkák, amik nem voltak látványosak, viszont hosszú ideig tartottak, nyilvánvaló ennek az oka megvolt. Viszont most ezzel nekem is az a véleményem, hogy a képviselőtestületnek mindenképpen zöld utat kell adni a megvalósításokhoz, hiszen egy olyan stádiumba fordult a dolog, ami már látványos, ami már az embereket meg fogja érinteni, mert engem meggyőzött az a két tájékoztató, amit fő építészasszony tett nekünk, és hát valljuk be, a városi médiában is nem egyszer, nem kétszer megjelentek ezek a tervek.
számomra meggyőző. Én is azt vallom, hogy egy nagyon dekoratív, egy nagyon a tér jellegéhez, történelmi múltjához illő teret, főteret fogunk kapni, és a határozati javaslatokban megfogalmazott pontok is számomra teljes mértékben elfogadhatóak, és én magam részéről mindenképpen támogatom, hogy a képviselőtestület adjon zöld utat a munkálatoknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kíván Szabó Balázs képviselő. Nagyon szépen köszönöm a szót, polgármester úr. Én is örülök neki, hogy ahogy az anyagban is van, egy európai szintű városi főtér kialakítása a cél. És ennek okán már ugye évek óta megfeszített munka folyik. És én ennek nem is akarok kerékkötője lenni, sőt, de azért szeretnék reagálni itt a kérdéseimre kapott választra. Ugye az első az volt, hogy ez a koncepció előttünk miért csak egy ekkora térkép vázlaton szerepel. Igaz, hogy két találkozásunk is volt, ahol szóban megismerhettük, de én nem értek ezzel egyet, amit kaptam válaszul, hogy egy koncepciónak nem kell írásban is jelen lenni, hogy egy koncepciót nem kell, hogy lássunk írásban is, mert megmondom őszintén, most igaz, hogy itt vannak a vonalak, de hogyha én nem lettem volna ott ezen a két egyeztetésen, fogalmam nem volna, hogy pontosan mi is ez a koncepció. Ugyanez a bajom az első ütem munkafolyamatainak behatárolásával is. Igaz, hogy aki ránéz a térképre, lehet, hogy látja, lehet, hogy nem, hogy hol vannak behatárolva az főépítész asszony által elmondott piros vonalak, de én itt is szerettem volna, hogyha konkrétan a munkafolyamatokra levontva látjuk ezt az első ütemet, hogy tudjam, mire szavazok. Hát itt van az első napi rendi pont. Meg kell szavaznom a felújításra vonatkozó koncepciót. Jelen pillanatban egy térképvázlatra tudok szavazni. Második napirendi pont, meg kell szavaznom az első ütemre a zöld utat. Jelen pillanatban, illetve eddig szintén csak egy térképvázlatra tudtam szavazni, most elfogadom és köszönöm szépen a kamerák és jegyzőkönyv előtti részletes tájékoztatást. Nekem ez volt a legfontosabb, hogy tudjam, és ki lett mondva, hogy az első ütemben nincs útbezárás, nincs burkolat szerés, és nincsenek további régészeti ásatások. Azzal se értek egyet, hogy az, amely a kérdésemre kaptam, hogy miért nem ezzel a koncepcióval lett kezdve, ugye azt a választ kaptam, hogy mert nem volt forrásunk. Hát a beszélgetés során többször elhangzott, és itt is, hogy most sincs forrás a többi ütemre. Nem, bocsánat, rosszul tetszett érteni. Az első ütem forrása jelenleg rendelkezésre áll. Nem ezt mondtam, a koncepció többi részére. Hát a többi ütemre. Hát ezért mondom, hogy nem értem a választ, hogy azért nem a koncepcióval kezdtük a 10 évvel ezelőtti munkákat, mert még nem láttuk, hogy lesz-e rá fedezetünk. Hát most sincs rá, ahogy ön mondta, fedezetük, viszont itt azért érzek egy kis ellentmondást, ugyanis azt a választ is kaptam annak idején, hogy a burkoló anyagok elméletileg a teljes koncepcióra megvannak. Nem. Akkor az első ütemre. Csak az első ütemre vannak meg. Jó, mert én úgy emlékszem, hogy nekem arra választ azt tetszett adni, hogy azért vásároltak be a teljes ütemre, mert nagyon drágák, vagy a teljes koncepcióra, mert nagyon drágák. Nem. 3600, illetve 4200 összterületre van meg a burkolat, és ez erre volt eddig is meg. Ez biztos, hogy nem mondtam, nem is tehettem, hiszen a tér teljes területe 12000 négyzet, sőt annál is több. Igaz, ennek nagy részét a templom testek határolják le, de mivel és nem is lehet meg a forrása, csak arra utalok, hogy az út esetleges, ugye az kérdés ott már, hogy az utat kiváltom vagy sem, annak a kiváltásának is óriási költségei vannak. Most vizsgálják éppen ugye a felülvizsgálatban. Tehát én nem vetíthetek sem, az érsekség nem vetíthet előre olyan kérdéskörbe, amely sok egyéb más vonzattal is jár. Köszönöm szépen, és ugye itt a fő kérdés, így van, hogy ön is mondott, az út kiváltása lesz. Itt ugye örülök neki, hogy elhangzott, hogy a Kossuthról az Asztrik tér fele, ugye ott lehetetlen is a kiváltás. Ugye
ott nem lehet megszüntetni a forgalmat sehol. Nem is kívánjuk. Így van, ezt köszönöm szépen, hogy elhangzott. Polgármester úr, igaz, hogy papíron lejár az időm, de a felét ugye nem én beszéltem. Folytathatom, köszönöm. Akkor magáról a koncepcióról, amit ugye örültem volna még egyszer, hogyha megkapunk írásba is. Ugye a szóbeli kiegészítés során, a találkozónkor ugye elhangzott, hogy a koncepció fő eleme a téglalapos szerkezetbe keríteni ezt a főteret. Ugye ebben jelen pillanatban olyan részek is beletartoznak, ami most per pillanat ugye nem a Szent Háromság tér részei hivatalosan. Nem. Hát nálam itt van egy jelenlegi... Nem tartozik. Az elsőtem kizárólag. Nem, én a teljes koncepcióról beszélek. De az egy koncepció. Hát nem mondom, építési ütem. Nem az első ütemről, a teljes koncepció. De közterület mind. Értem, csak a Szent Háromság... És a tér része elnézést. Csak figyelmeztetem a képviselő urat, hogy a többi ütem nem témája mai kettős. Nem is beszéltem a többi ütemről, én a teljes koncepcióról most, szeretnék megosztani a véleményem. És ebbe a téglalap alakról szeretném elmondani először a véleményemet. Ami első hallásra nagyon jónak tűnt, és tényleg észszerűnek, viszont utána látszott, hogy az nem megvalósítható a gyakorlatba, hiszen ott a katonaház, le kéne bontani, és ugye benne van hát hogyha az ön tér szerkezetébe a téglalapot ki szeretné hozni. Plusz ott van a kastély udvarnak is egy szeglete, hát itt van nálam a térképvázat. Ez így a valóságban nem egy téglalap, hanem valóságban az ember azt fogja látni, hogy cikcakokba megy a tér. Éppen ezért én nekem ez egy alapvetően egy jó koncepciónak tűnik, egy kivétellel, hogy a Kossuthról az Axtrik tér fele, ugye az óvoda előtti útburkolatot, én nem gondolnám, hogy ebbe bele kéne vonni. Én nem gondolnám, hogy ezt a teret nem lehetne úgy kialakítani, hogy... Képviselő, próbáljon rövidíteni, mert már kétszeres idő. Jó, akkor ezt lerakom most, és akkor van még egy két percesen. Igen. Jó. Nagyon gyors választ szeretnék adni. A koncepció igenis kezeli a Szent Háromság teret. A téret épületekkel határolt terület, az most, hogy közigazgatásilag hány helyrajzi számból áll, az egy dolog. A tér koncepciója, ahogy főépítész úr véleményében, amit önök megkaptak, benne van, és én ezt mindig is elmondtam, egy korábbi térszerkezetre is utal, egy olyan barokk térszerkezetre, illetve egy olyan korábbi valószínűleg létező térszerkezetre, amelyhez az első székesegyház is igazodik. Tehát a koncepció igenis kezeli, és egységesen kezeli a Szent Háromság tér fogalmát és fizikai terét. Pontosan azért is van a bordó színnel bejelölve az épület. És egy olyan közterület, amely mindig is így létezett a város szerkezetében. Ezt nem lehet darabolni tovább. Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést teszek, hogy képviselő úrnak volt kétszer lehetősége. Részt is vett rajta. Ugye másodikra, jól emlékszem, elrohant a végéről. Akkor kellett volna még kérdéseket főtenni, nem a képviselőtestületi ülésen, ezzel elravulni az időt, amikor már nem ezek, de természetesen még elmondhatja a véleményét, senkiben nem folytjuk bele a véleményét. És most már nem tudom, hanyat szó, de dr. Angyali Gabrielának is adok szót. Köszönöm, polgármester úr, másodszor kapok szót. Jó. Mert az előbb csak kérdéseket tettem föl, abból pedig lehet annyit, amennyit csak szeretnénk. Én értem Szabó Balázs képviselőtársamat, hogy mit szeretne mondani. Tehát ezzel a tulajdonosi hozzájárulás megadásával mi a teljes koncepciót elfogadjuk. Első, második, harmadik, akárhány ütem is van. Nem is lehet másképp, tehát ha van egy koncepció, akkor nem lehet részekre bontani. Elfogadjuk az egészet, de közben persze lesznek majd változtatások. Most itt konkrétan az első ütemről van szó, de akkor is benne van a második, harmadik, akárhanyadik ütemben az út kiváltása. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy erre vonatkozott a kérés. A jogi bizottság ülésén ott voltam, amikor szóba került, hogy szeretnék, hogyha a kiviteli tervbe, mielőtt a engedélyező hatósághoz kerül, visszakerülne a képviselők előtt és megnéznénk, ez arra vonatkozik, hogy szeretnénk a részleteket is tudni. Ez igazából majd a második ütem előtt. Nem az első ütemet szeretnék ők megváltoztatni,
és nem a hivatal munkájába szeretnének beavatkozni, hanem arra kíváncsiak, ha bármi változás és egyéb részletek változása van, arról tudjanak a képviselők is, mert ezzel a határozati javaslattal mi felhatalmazzuk a polgármestert, hogy ő döntsön mindenben. Köszönöm szépen. Én ott nem látok ilyet, hogy én döntök. Én nem döntök semmibe. A másik dolog, meg majd most szavazunk, hogy elfogadjuk el a jogi bizottságnak a határozati javaslatát, nem. Fogadjuk el, majd kiderül. Én továbbra is azt mondom, hogy jó lenne, ha külön választanák a magát, a koncepciót és arra adandó tulajdonosít, és igen, jó lenne, ha külön választanák, és külön a hatósági eljárást. Hatósági eljáráshoz még egyszer kihangsúlyozom, semmi köze a képviselőtestetnek, nekem sincs. Ezt jó lenne a képviselő úr is megjegyezni. De itt már fél órára vagy háromnegyed órára, ahol vitatkozunk, hogy mi van. Természetesen meg fogom szavaztatni a jogi bizottságnak, ezért is Szabó Balázs úrnak. Köszönöm szépen, akkor a koncepcióról csak annyit, hogy nekem akkor is elmondtam, igen, ott voltam, és akkor is ugyanezt, ha emlékszik polgármester, ugyanezt vetettem föl, hogy nekem ez az egy, ami nem tetszik benne, ez a tér szerkezet, ami térképen szépen mutat a téglalap, viszont a valóságban nem lehet megvalósítani. Éppen ezért a koncepció egyetlen egy elemével nem értek egyet, hogy adta a Kossuth Lajos utcáról az Asztrich térre vezető utat, fölszedjük, parkolókat megszüntessük, és ugyanúgy legyen burkolva, mert a szóba ezt a kiegészítést kaptam, hogy ugye a koncepciónak ez a része, hogy a főutca, a Kossuth és a főutcára vezető szakasz is föl lenne szedve teljesen, és le lenne burkolva, és ez a szakasz is. Nekem ez az egy elem, ami nem tetszik ebbe a koncepcióba, semmi más. Így van, én is egyetértek benne, hogy az ördög a részletekben rejlik, nem szeretnénk szakemberek dolgába beleszólni, nagyon nem, de azért most, ha ezt elfogadjuk, nekem az érzésem majdnem ilyen padhelyzetbe hoznánk magukat, hogy igen, ennyit megszavazunk, hogy koncepció, ami jelen pillanatban előttünk csak ennyi, nem látjuk szövegesen se, innentől kezdve bármire azt lehet mondani, de a képviselőtestület megadta az áldását rá. Én ezt, amit nem szeretnék így, ezért egyetértek a jogi bizottság javaslatával, annyival szeretném kiegészíteni és kérni a szavazást, és az előbb ön is megerősítette, hogy külön kezeljük a koncepciót és az első ütemet, ugyanis az első ütemnek tényleg menni kell, haladni kell. Ezért azt szeretném kérni, hogy nem egy határozati javaslat legyen, hanem kettő. A határozati javaslat első pontja, ami csak a koncepcióról szól, legyen egy külön határozati javaslat, ami a teljes koncepcióról szól, és az összes többi legyen egy külön határozati javaslat, beleértve ugye a jogi bizottságnak a kiegészítését. Jó. Köszönöm szépen. Én is egy... nem kell. Márté, nem adom meg a szót. Rendben. Szavazásra most már. Tehát a következő van, elmondtam képviselő úrnak, és mondtam, hogy bár 68 éves vagyok, de a magám az elmém még jó, és emlékszem, hogy mit is mondtam. Akkor is el lett mondva önnek a fölvetésére, hogy a burkolat föl lesz bontva, és ugyanúgy le lesz burkolva, mint a többi rész. És erre én azt mondtam, hogy menjen föl a Hősök terére, és nézze meg, mert ott is az útjelekkel van lezárva a közlekedési rész és a többi rész. Tehát ugyanaz a burkolóanyag van, csak föl van festve. Tehát semmit nem jelent az, hogy normálisan meg lesz csinálva a burkolatok, és utána ki lesz jelölve, hogy melyik az útszakasz és melyik a dolog. Ez az egyik dolog. A másik pedig koncepcióról szavazunk, és a koncepciót nem kívánjuk szétszedni. Természetesen meg fogom szavaztatni, mielőtt még oktatna. Fölírtam, hogy milyen módosító javaslatok vannak, meg fogom szavaztatni. Úgyhogy kérem a türelmét, képviselő úr. Mert akkor is, ha nem biztos, hogy egyezik a véleményünk. Én is elfogadom az ön véleményét, semmi gondom ezzel. Jó, megkérdezem, hogy van-e még ezzel kapcsolatosan valakinek? Ha nincs, akkor első szavazás arról, hogy a jogi bizottságnak elfogadjuk a javaslatát. Én nem támogatom egyébként a javaslatát a jogi bizottságnak, mert kellő garanciát látok a határozati javaslatban. Aki egyetért a jogi bizottság határozatával, az igent, aki nem ért vele egyet, az nemet nyomjon. Én a nemet támogatom. Négy igen,
nem, három, tartózkodott öt, tehát maradunk az eredeti határozatnál, tehát a jogi bizottságnak. Nem. Jön a második szavazás, Szabó Balázs képviselő úrnak a javaslata, hogy bontsuk ketté, én nem támogatom ezt sem, tehát aki egyetért azzal, hogy kettő határozatot hozzunk, az igennel, aki nem ért vele egyet, az nem mert szavazom. Három igen, nem, kilenc és tartózkodott senki, tehát gyakorlatilag nem ment át, úgyhogy nem szavazunk az eredeti határozatot, teszem föl, és most már fölteszem az eredeti határozati javaslatot, nem kívánom felolvasni, mindenki előtt ott van. Aki egyetért a határozati javaslattal és azzal, hogy abban foglaltaknak megfelelően a tulajdonosi hozzájárulást adjuk ki, az kérem igennel szavazzon. Tizenegy igennel, nem volt is egy tartózkodás, elfogadtuk, úgyhogy Márta, azt kérem, hogy minél előbb akkor a hatóság felé is induljanak meg a kiviteli szépen. Munkát. Köszönöm, és jó munkát kívánok! Köszönöm. A következő napirendi pontunk hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. Itt van, köszönöm. Itt van. Ugye végre most már egyeztetésre került a hatóságokkal, az illetékes hatóságokkal a közfoglalkoztatás, és ez a hosszú távú, tehát március 1-től indulna egy éven keresztül. Annyi változás van, ezt az anyag tartalmazza, hogy a 100% helyett 70%-os támogatást kaptunk, tehát ennek megfelelően kellett kialakítanunk, és hát természetesen ehhez majd önerőt is kell biztosítanunk. Ha a mai képviselőtestet ez megszavazza, természetesen még a költségvetésbe bele szépítve, mert addig nem tudtuk a költségvetésbe beleépíteni. Most annyi van, hogy egy módosítottat adtunk ki, mert kerekítések miatt a számokat kellett módosítani. Nem jelentős, tehát durván 4,5 millió forintot kell majd nekünk erre biztosítanunk, erre a programra, és 14 fő kerületbe ebbe a foglalkoztatásba. Lassan az a problémánk, hogy a közmunkások létszámát nem tudjuk föltölteni. 42 forint volt az eltérés, tehát kerekítettünk, tehát az új anyagot kérem majd nézni a módosítottnál. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van valakinek tisztázandó kérdése. Ha nincs kérdés, akkor észrevétel vélemény van-e? Katus Attila képviselő úr. Pénzügyi bizottság tárgyalta és támogatja az előterjesztést. Köszönöm. Lakatos János képviselő úr. Köszönöm a szót. A gazdasági bizottság tárgyalta egy hangulat támogatja. Köszönöm szépen. Van-e melyik más észrevétel vélemény? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot, amely a módosító anyagban van kitéve, ugye a végösszege a saját erő 4.509.792 forint, és azon benne ugye megvannak osztva, hogy ki mi mennyi, ezt nem kívánom felolvasni, mindenki előtt ott van, de ezt pontosításra meg kellett tennünk. Aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, azt kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igen, elfogadtuk, köszönöm szépen, és akkor ennek a megfelelően majd ezt, Gábor, kérem, hogy a költségvetésbe rakjuk bele. Következő beszámol a vagyongazdálkodás körébe hozott döntésekről, ugye ez a vagyongazdálkodási bizottságunk, gazdasági bizottságunk számolt be. Van-e észrevétel a kiadott anyaghoz? Elnézést, első a közbizottság, nem mind vagyon. Akkor kérem a közbizottság elnökét, hogy van-e? Nincs. Jó.
Benne van minden, jó? Van-e vélemény a pénzügyi bizottságnak, illetve nálam van egy följegyzés, ezt tartalmazza mind a kettőre? Igen. Jó, akkor, és ez kiosztásra került, ha jól tudom. Jó, akkor ezt nem. Akkor szavazásra bocsájtom a határozati javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a bizottság beszámolóját fogadjuk el, az kérem igennel szavazzon. Tizenkettő igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A vagyongazdálkodás körébe hozott a vagyonbizottságnak a döntései ugyanígy föl vannak sorolva. Van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatosan? Ha nincs kérdés, akkor a kiadott határozati javaslat szerint kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót. Itt is szintén a pénzügyi bizottság véleményeztés elfogadásra javasolta. Aki egyetért, azt kérem igennel szavazzon. Köszönöm szépen, 12 igennel elfogadtuk. Nagyon rövid beszámolót szeretnék adni. Az egyik a omniózus menza pénzzel kapcsolatban, amit a kormánytól kaptunk az év végén egy határozattal 66 millió forintot. Ugye egyértelművé vált, bármennyire is támadtak engem, hogy a kormányzatnál történt tévedés, illetve félreértés, és ezt korrigálták. Tehát megjött a kormánynak a 1059/2019 második 22-es kormány határozata, amelyben a jogcímet módosították, tehát amire eredetileg is kértük. Így szabad utat adtak, hogy a közétkeztetési feladatok szövegrész helyébe a tartozások rendezése és közétkeztetési feladatok ellátása szövegre történő módosítás történt. Ez alapján majd kiadják az új módosított támogatási szerződést. Ha ez megvan, akkor nekünk el kell készíteni a részletes felosztási tervünket, ezt be kell nyújtani a belügyminisztériumnak, és amennyiben a belügyminisztérium jóvá hagyja, akkor kerülhet rendezésre ez a tartozás szerződések útján, tehát akkor kerülnek realizálás alá ez a kifizetések. Hozzáteszem, de ettől függetlenül része a költségvetésnek, tehát költségvetésbe be kell építenünk, és természetesen majd költségvetésbe döntünk magáról a dologról. Ez az egyik tájékoztatásom. A másik tájékoztatásom az, hogy március 7-én 30 tagú kínai küldöttség jön, ha tréfálkozni akarják, nem gomba ügybe jönnek. Egyébként a repülőtér ügyben a három önkormányzatot már megkeresték, már fölmérték a repülőteret. Az ő elmondásuk szerint, amit én még kétkedve fogadok, logisztikai bázist és repülőteret akarnak létrehozni. Két repülőtérrel tárgyaltak, tehát helyek Iskunlacházával és Kalocsával. A 30 fős küldöttség állami küldöttség lesz, utána gondolom majd hoznak döntést. Nem mai feladat nekünk, ebből csak 27 hektárunk van, tehát a két legnagyobb önkormányzat az a Fogtő, illetve az Uszód. Az ő polgármesterek is megjelennek 27-én, és meglátjuk, hogy mire jutunk, hogy csak látogattak és kirándultak egyet szép hazánkba, és megnézték a kalocsai repülőteret ők is, vagy pedig ennek tényleg valami gazdasági fejlesztési lehetőségek lesznek. Polgármesteri beszámolóját dr. Bálint József egy bejelentéssel zárta, miszerint az őszi önkormányzati választásokon sem polgármester jelöltként, sem önkormányzati képviselő jelöltként nem kíván indulni. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra!